Sziasztok! GeForce RTX 4090, és ahogy látjátok, egy tuffos modell futott be hozzánk. Ezt fogjuk most unboxolni. Már nagyon izgatott vagyok, hogy megtapizzam. Amit látottok rögtön, hogy a 3090 Ti-nak a dizájnját kapta meg a doboz, majd arra leszek kíváncsi a kisebb modelleknél, hogy marad-e ez a lekerekített doboz, vagy csak az ászlós hajók kapják meg. Amit a kártyáról tudni kell, hogy 2340 g, brutális a súlya, 348 mm hosszú, és az ajánlott tápegység hozzá, nem 800, mint a Founder ezeken, 1000 watt. 1000 wattos táp az ajánlott hozzá. De hát ez jogos, hiszen OC-ba 2595 MHz-et tud. Ez köszönhető a TSMC-nek az új 5 nanométeres chipjének, illetve negyedik generációs Tensor magok és harmadik generációs RT magok vannak benne. Wow! És persze a DLSS 3, ami csak a 40-es szériába érhető el. Most ezt kéne egy szexin átfordítanom. Amúgy jól néz ki ez a tuffos doboz. Mikorog? Jó, hát hosszú, azt kurva. Jó, ez nagyon durva. Itt van hozzá az átalakító, hogy 1x16-os kábellel megy, és ez alakítja 3x8 pinre. Ez nem 3, ez 4. A Founder ezeken 3-ban. Jó, gyerekek, akkor elérkeztünk oda, hogy 3 kábelt bekötni már kevés lesz neki. Mindegy, fűteni talán jó lesz télen. Illetve van hozzá még nagyon menő, tuffos kis kötegelőnk, amúgy tényleg szexi. Illetve ez nagyon menő. Én amúgy azt mondtam volna, hogy egy VGA holder, de végülis működhet VGA holdernek, nem? Tehát így berakod alá, azért van a mérc, és van benne egy kis csavarfej. Vágneses, nem? Jó, mondjuk ennyi pénzért. Nagyon menő amúgy. Na jó, nézzük a kártyát, nem mutlak titeket. Hallod? Ez 2,5 kiló. Jó ég. Jó, más már nincsen benne amúgy, srácok. Na nézzük a szörnyeteget. Na jó, azért lesz egy kis dizájnbeli változás a 39 Ti-hoz képest. Mindjárt mutatom nektek. Szerintem egy kicsit végre más mintát kapott a backplate. Úristen, mekkora ez a kártya? Jó ég. Asztrolt. Hát srácok. Lehet, hogy egy-két embernek el kell gondolkozni az Airflow-n, illetve a számítógép házának a férési pontján, hogy szavakhoz nem jutok, mekkora fér bele. Kártya, van rajta, hogy látom, Dual BIOS-os Performance és Quiet Mode, illetve a érdekesség, hogy a 30-as szériánál azért tovább húzták itt a hátsó backplate-et, és csak lukak voltak rajta. Itt konkrétan csak eddig ér, ami amúgy alumínium, tehát tök jó elvezető lesz. De szerintem nem véletlen. Ez brutális hőt fog nyomatni. Nézzük már meg a vastagságát. Van centim. Innen nézzük. 7 centi vastag. Azért az... nem rossz. Összegzésnek, aki cserélni kíván, az készüljön föl, és ellenőrizze le a PC-nek a komponenseit, hogy tényleg megfeleltek az elvártaknak. Illetve, még mielőtt befejezzük ezt a videót, én észrevettem, hogy nagyobb ventiket kapott, és ilyen jó, de brutálisak a lapátok is. Nagyon kíváncsi leszek, hogy teljesít majd a gépbe, és írjátok le a véleményeteket. Kellenek ezek a méretek, szerintetek a jövőben esetleg az 5000-es szériánál már elkezdünk visszafele menni, ahogy szűkül, csökken a nanométer, illetve felkészítették a veséiteket? ipon.hu